Fújjuk fel úgy a lufit, hogy 10 cm felfolyatlan rész maradjon a végén, és csomózzuk el. Az első buborék 12 cm-es legyen, ez lesz az ormánya. Ezután két darab 10 cm-es buborékból álló hurkot teker, ezek lesznek a fülei. Most következik az elefántnyak. Egy 3 cm-es buborék, és a két első lába 7-7 cm-es buborék. Két utolsó 7 cm-es buborékot fogd egymás mellé, és tekerd el őket egymáson. Az elefánt törzse is egy 7 cm-es buborék. Ezt a hátsó lábak követik, 7-7 cm-es buborékok. Ha jól csináltad az elefánt farka, egy egészen pici buborék. Ha kész vagy az elefánttal, alkoholos filccel szemet, szájat és más jellemző vonásokat rajzolhatsz neki.